Az erdőgazdálkodás igen összetett tevékenység, melynek szerteágazó részei vannak. Egyik ilyen a fakitermelés, amely napjainkban olykor megosztó véleményt vált ki az emberekben. Ismerjük meg most a fakitermelés szakmai hátterét, gazdasági jelentőségét. Ami leginkább kiveri a biztosítékot azoknál, akik a fakitermelést meghallják, és egyébként nem foglalkoznak erdőgazdálkodással, az az, amikor dől a fa, illetve amikor ilyen nagy traktorok, meg még ennél sokkal nagyobb gépek viszik ki a fát az erdőből. Azután kint az erdő szélén, vagy különböző helyszíneken nekiállnak motorfűrésszel darabolni, kisebb, nagyobb, hosszabb, rövidebb darabokat állítanak elő a ledöntött fából. Ez egy szomorú látvány, mert a fa is egy élőlény, főleg a városi környezetben élőknek az erdő különösen a szívéhez nőtt, annak ellenére ritkán járnak benne. Most egy olyan helyszínen vagyunk, ahol fakitermelés folyik, de meg kell nézni csak magát az erdő képét ott, ahol már megtörtént a fakitermelés. Ha nem szólnánk, hogy itt fakitermelés zajlott, akkor lehet, hogy észre se vennék, illetve ha sokat bográsznak, akkor egy-két tuskót valószínűleg megtalálnának, de egy pár év múlva már az sem fedezhető fel könnyen. Beszürkül, ráhullanak a gajak, levelek, eltűnik egyszerűen. Na most ez is fakitermelés. Miért csináljuk ezt? Hát sok oka van annak, hogy miért termelünk fát az erdőből. A faanyagra szükség van. Ugye a faanyag maga a természetnek egy olyan ajándéka, amit gyárban nem tudunk előállítani még, csak az erdő adja meg számunkra, és hát a faanyagot millió dologra használjuk, a társadalom nem mondhat le a faanyagról. Konkrétan, ha a fakitermelés módját nézzük meg ezen az erdőterületen, akkor itt az történik, hogy most piszkáljuk az idős erdőt. Olyan faegyedeket vágunk ki, amelyek az igazán jó magtermésre képes faegyedeket nyomják, vagy fölülről, vagy oldalról, vagy túl közel vannak hozzá, és nem engednek növőteret nekik. Tehát millió oka lehet annak, hogy miért nyomnak el olyan faegyedeket, amitől sok magtermés várható. Ezeket a faegyedeket kivágjuk. Ezek a kivágandó fák. A javafák, vagy hát a sokat ígérő fák, azok bennmaradnak az erdőben. És az erdő összképe nem változik, egy kicsit ritkább lesz, de ettől egészségesebb lesz. Fontos kiemelni, hogy precíz szakmai munka előzi meg a fakitermelést. Az erdő ritkítása azért történik, hogy az ott maradó faegyedeknek nagyobb tere legyen a növekedésre. A kitermelt fáknak azonban valahogy ki is kell jutni az erdőből. Nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan visszük ki a ledöntött faanyagot az erdőből. Ki lehetne úgy vinni, hogy nem nézünk semmit, keresztül kasul neki megyünk a legrövidebb úton az szélső útig, és aztán megkarcoljuk a szélső fákat, megkarcoljuk a visszamaradó fákat, lenyúzzuk a kérgét, mindenféle kárt okozhatunk, sőt, még az is benne van a pakliban, hogy az a faanyag, amit húzunk majd ki, az összetörözezik, esetleg a legértékesebb részé megreped, és károsodik, kevesebb érték marad benne. Na most ez egy igen öreg traktor, és egy igen öreg technológia, ennek ellenére ezt úgy nevezzük, hogy kíméletes közelítés, mert szépen kikerüli a faegyedeket, olyan közelítő nyomon, kis közelítő utacskán megy ki, amivel kikerüli a értékes faegyedeket. Ráadásul a fának a széle, a vége, az nem a földön csúszik és túrja föl a talajt, hanem megemeli a traktor, és ezért nagyon kíméletesen kicsúszik az erdőből. Nyilván oda kell figyelni a kíméletes munkára, itt is ezt csináljuk, és erre látunk példákat. Nézzük meg, milyen utóélete is van a kitermelt fáknak. A
alapvetően két fő célja létezik. Az egyik az energetikai hasznosítás, tehát amikor elégetjük, a másik pedig az, amikor valamilyen fa-terméket, valamilyen fagyártmányt készítünk belőle. Nem kell megijedni attól sem, hogy elégetjük a faanyagot, hiszen az a széndioxid, ami ilyenkor a levegőbe jut, az ugyanaz a széndioxid, amit korábban a fa az élete során megkötött a levegőből. Itt most összegyűjtötte az a nagy traktor, amit korábban az erdőben láttunk a faanyagot, itt már össze is darabolták őket. Ez még csak egy ilyen elődarabolás, még gondosan még nem válogatták szét, hogy melyik fa darabból milyen termék lesz, ez ezután fog következni, de a fő hasznosítási cél ez a két irány, amit mondtam, vagy energetikai cél, vagy pedig valamilyen fa termék céljára hasznosul. A szétválogatás után jönnek a rakodógépek, a kamionok, és a fafeldolgozó üzembe el fogja vinni ezt a faanyagot, és utána mi már késztermékként találkozunk velük a boltokban. Ugye ne felejtsük el azt sem, hogy ez a faanyag, ez az emberiség számára, az egyes ember számára is nagyon jó, nagyon hasznos, nagyon kellemes, barátságos. Ugyanakkor az erdő nevelések, az erdő felújítás révén magának, az erdőnek is jót tettünk azzal, hogy megritkítottuk a visszamaradó faegyedek számára növőteret, életteret, fényt, tápanyag lehetőséget biztosítottunk. Tehát itt ez egy mindenki számára, a természet és az ember számára győztes játék volt.